Sportnap. Az adakozás fontosságára hívták fel a figyelmet Kastélyos-dombón. Vízi balesetek. Fokozott figyelemre kérik a Balatonnál a strandolókat. Gyülekezeti családi nap. Színes programokkal várták az érdeklődőket a Kaposvári Városligetben. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Második alkalommal rendeztek Kastélyos-dombón jótékonysági családi sportnapot. Az Ökumenikus Segélyszervezet programján közel 70-en álltak rajthoz, hogy teljesítsék a Barcs-Kastélyos-dombó közötti 14 kilométeres távot, amelyet futva vagy kerékpárral is megtehettek a résztvevők. Spórolni kell az energiát. Csak nem 70-en vállalkoztak arra, hogy a Barcsi Szabad strandról átkerékpározzanak, vagy fussanak a Kastélyos-dombói gyermektáborig. Ez itt tulajdonképpen nem is egy verseny, hanem sokkal inkább egy figyelemfelhívó akció, így több mint 70 önkéntes vág neki a távnak, és az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az Ökumenikus Segélyszervezet 1353-as adományvonalára. A családok, baráti társaságok örömmel vágtak neki a 14 kilométeres távnak. Ezek pedig már a célba érkezés pillanatai. Elmájer János most először teljesített ilyen hosszú távot, de mint mondja, a sportélményen túl fontos üzenete is van a segélyszervezet által szervezett programnak. Nagyon fontos, már minél többen látják, ugye valamikor én sem gondoltam azt, hogy ennyire fontos nyugdíjba vagyok, azóta ugye többfelé arra, mert több mindent lát, és akkor mindig jobban érzi azt, hogy kéne valamilyen forma, csak egy keveset is, de segíteni az embereken valamilyen módon. Azzal is, hogy példát mutat az ember esetleg ilyenből. Mondjuk az unokáknak? Az unokák ki fognak kapni, mert az nem jött el, pedig annak direkt új biciklia van, arra célra, hogy jöjjön velünk, és akkor otthon maradtak. Pedig megkapták, a mama átküldte nekik, hogy jöhessenek, az egész család, mindenkinek kerékpárja van, szép kis elfoglaltság lett volna nekik már, és valami roknál fogva lemaradtak, majd kiderül, hogy miért. A segélyszervezet a mostani családi sportnappal a nyári táborokra szerette volna felhívni a figyelmet. Esélytáborok sokaságát rendezzük gyerekeknek. Egyébként országosan 20 helyszínen 3000 gyerekkel foglalkozunk a nyári időszakban. És ez egy olyan cél, ami azért mosolyt varázsol mindenkinek az arcára, meg ráadásul most már ez a második alkalom, és ebből szeretnénk egy tradíciót is, ismerik egymást az emberek. Tehát jaj, hát megint itt vagy, jaj, de jó, örülök neki. Tehát ez egy jó kis közösségépítés is. A 1353-as telefonszám hívásával mindenki 250 forinttal támogathatja a gyerekek ezreinek táboroztatását az Ökumenikus Segélyszervezet segítségével. Hihetetlen értéke van ennek a 1353-nak és a 250 forintnak, tehát ezért kell erről beszélni, és ebben sokat segít nekünk a média, amikor megjelennek ezek a hírek, a figyelemfelkeltés, a lakosság pedig mellénk áll. És ez teszi számunkra lehetővé az, hogy egész nyáron ezeket a táborok működtessük, és nagyon örülünk annak, hogy azért sok esetben azt látjuk, hogy ezeknek a gyerekeknek nem biztos, hogy más nyaralási lehetőségük lett volna. Csak ez az egy, amit mind tudunk nyújtani nekik. Idén azzal is bővítjük, hogy Ukrajnából is hozunk gyerekeket, olyanokat, akik a háború által érintve voltak, menekülni kellett. Tehát szélesítettük ezt a kört az idejében. A második jótékonysági családi sportnapon a résztvevők a nap zárásaként látványos élőképben formálták meg a 1353-as számot. A háborús infláció egyetlen ellenszere a béke, írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, utalva ezzel a pénteki Kossuth rádiós interjújára. Nagy esély van arra, hogy 2023 is bizonytalan lesz és szorongással teli, mert az várható, hogy az ukrán háború elhúzódik. Erről a kormányfő pénteken beszélt a Kossuth rádióban. A kormányfő szerint azonban az ezzel járó infláció minket is érinteni fog. Részben a háború hajtja fel az árakat, a további áremelkedést pedig a bevezetett szankciók okozzák, mondta a miniszterelnök. Ezért döntött úgy a kormány, hogy két országvédelmi programot kell elindítani. Ennek egyik eleme a Fidesz kormányok által eddig elért eredmények megvédése. Ezek közé tartozik a nyugdíj árszínvonalának megvédése,
a családok megvédése és a rezsicsökkentés megvédése. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a háború rombol, az infláció rombol. Júliusban érkezik az évközi nyugdíjemelés. Erre hívta fel a figyelmet a kormány szóvivő a közösségi oldalán. Szent Királyi Alexandra azt írta, a júliusi nyugdíj mellett az azt megelőző 6 hónap és a 13. havi nyugdíj után járó emelést is megkapják az idősek. A kiegészítő nyugdíjemelés mértéke 3,9%. A folyósítása megszokott módon történik, vagyis aki bankszámlára kérte az utalást, annak július 12-én írják jóvá a pénzt, aki pedig postai úton kapja meg a nyugdíjat, annak a szokásos naptári napon viszi ki az összeget a postás. A mostani emelés 2,6 millió nyugdíjast érint. Még el sem indult a szezon, de már ketten megfulladtak a Balatonban. A hatóságok, strandüzemeltetők, szolgáltatók minden évben azon fáradoznak, hogy felhívják a vízen tartózkodók figyelmét a veszélyekre. Bár minden strandon a maximális biztonságra törekednek a szakemberek, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának vezetője szerint az egyéni felelősség megkerülhetetlen a balesetek, tragédiák bekövetkezésében. Önfelett játék a vízben. Ilyenkor senki sem gondol arra, milyen veszélyes is lehet bizonyos esetekben a meggondolatlan fürdőzés vagy vízi sporteszközzel való közlekedés. A balatoni strandok üzemeltetői az idén is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságos fürdőzésre. Mindenütt információs táblák figyelmeztetik a fürdőzőket az élő víz veszélyeire. Újabb információs táblákat készítettünk, illetve szóróanyagot is. Szeretnénk, hogy minél hatékonyabban felhívhassuk a figyelmet, a vendégek figyelmét arra, hogy a Balaton tulajdonképpen veszélyes. Az elmúlt időszakok bizonyítják, hogy hirtelen jön a vihar, mi hiába itt a déli parton vagyunk, sekély ugyan a víz, de aki nem tud úszni, annak bizony oda kell figyelni, még a sekély vízben is. Nekünk 1-20 mélységben vannak a bójáink, illetőleg a tábláink, és a vízimentő 1-20 mélységig felügyeli az egész strand területét, de arra is figyelni kell, hogyha 40 fok van, és felhevült testtel a vízbe ugranak, az is nagyon veszélyes tud lenni. Legutóbb ennél a Balatonvilágosi strandnál történt a tragédia. 2 tizenéves vesztette életét, amikor egy szörfel sodródtak el a parttól több száz méterre. Mentő mellény egyikükön sem volt. Az esettől nem messze a klubbaliga területén csak úgy lehet vízi sporteszközt bérelni, ha a kölcsönzők felveszik a mentő mellényt. Van, akit győzködni kell, de én nem nagyon hagyom ezt nyitva, ezt a kérdést. Tehát nálunk annélkül, hogy nem húz mellényt, nem mehet be a vízbe. Kiskorúaknál egyértelműen kötelező. A felnőtteknél, meg ugye a vízibiciknél azt nem tudom ellenőrizni, hogy közbe leveszi a mellényt és úgy megy be, de mindenképpen a vízibiciklin rajta van a mellény, tehát a opcióként, hogyha abba érzi magát biztonságban, akkor fölhúzhatja. A vízimentők magyarországi szakszolgálata minden évben rengeteg tájékoztató anyagot tesz közzé, kampányokat szervez a biztonságos vízen tartózkodás érdekében. Ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, hogy az ilyen baleseteknél nem hagyható figyelmen kívül az egyének felelőssége és önmagukhoz való őszintesége. Az úszástudás és a vízbiztonság az nem tréfa, ott nem lehet saját magunkat becsapni, mert elsősorban ez az igazság, hogy magunkat csapjuk be. Éppen ezért azt gondolom, hogy ezzel tisztába kell lenni, és nem szégyen bármilyen más eszközt használni, ami az úszásunkban, vagy a fennmaradásunkban, a lebegésünkben segít. Lehet ez úszássegítő mellény, lehet ez úszogumi, lehet ez egy profi mentő mellény, vagy a szappozók esetében lehet ez egy list, tehát az a póráz, az a pánt, amivel közvetlen kapcsolat van a szapp és a használója között. Tehát rengeteg apró dolgot lehet használni, amelyek különben az életünket megőrzik, megvédik, főleg akkor, amikor elfogy a fizikai felkészültségünk, vagy pánikba esünk.
A héten minden oktatási intézményben véget ér a tanítás, a jó idő beköszöntével pedig egyre többen érkeznek a Balatonhoz. A strandok üzemeltetői, a Balatoni Vízirendészet és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata is felkészülten várja a szezont, de arra kérik a tóhoz érkezőket, hogy megfelelő körültekintéssel, a szabályok betartásával fürödjenek vagy sportoljanak, hogy megelőzhetők legyenek a tragikus kimenetelű balesetek a tónál. Idén is folytatja a Safety First kezdeményezést a Balaton Sound. A négy napos fesztiválon közel 200 ezer ember fordulhat meg, akik amellett, hogy számos élménnyel gazdagodnak, a szükséges önismeret vagy tapasztalat hiányában akár váratlan helyzetekbe is találhatják magukat. Az előre nem látható szituációk, a szórakozó helyeken és a fesztiválokon felmerülő problémás esetek elkerülése és a biztonság növelésére hozták létre a fesztivál szervezői a Safety First kezdeményezést, amelyet idén a magyarok mellett külföldi önkéntesek bevonásával és digitális megoldásokkal szeretnének megerősíteni. A fesztivál során az önkéntesek a különböző egészségügyi, technikai és biztonsági szolgálatokkal lesznek összeköttetésben, így akár elsőként hozzájuk is fordulhatnak problémáikkal a fesztivál látogatói. A MÁV ZRT, a Kaposvári, valamint a Fonyódi Rendőrkapitányság munkatársai közösen végeztek vasútbiztonsági ellenőrzéseket. A közlekedési szakemberek az ellenőrzés alkalmával kirívó szabályszegéssel nem találkoztak, ugyanakkor a legfőbb cél az volt, hogy ráirányítsák a figyelmet a gyakori balesetekre a vasúti átjárókban. A rendőrség közleményében azt írja, ezeknél az eseteknél a gyalogosoknak és a járművezetőknek gyakorlatilag nincs esélyük, legfeljebb a szerencsén múlik az életük, ugyanis a vasúti szerelvények féktávolsága 100 méterekben mérhető. Családi napot szerveztek a Kaposvári Városligetben a helyi és környékbeli gyülekezetek. A rendezvényen számos játékos foglalkozáson vehettek részt kicsik és nagyok, valamint bábelőadás és sportbemutatók is tarkították a rendezvényt. Nyolc gyülekezet 100 önkéntese gondoskodott arról, hogy a családi napon mindenki jól érezze magát. Tavaly ősszel már szerveztek egy ilyen napot, akkor több mint 1500-an látogatták meg a rendezvényt. Jó kapcsolat van a gyülekezetek vezetői pásztorai között, van egy kis pásztorkör, és itt fogalmazódott meg, hogy csináljunk közösen valami a családokért Kaposváron, és így van most már másodszor családi napunk, múlt évben szeptemberben, és most újra, és itt ugrálóvárak, mindenféle játékok, amiket gyerekek szívesen játszanak. Az még a különlegessége ennek, hogy ugye ez ilyen nagyon alacsony költségű, tehát gyakorlatilag ingyenesek a programok, így bátran lehet jönni családokkal, mert azért ez biztos családoknak megvan ez az élmény, hogy azért elég veszélyes tud lenni egy ilyen rendezvény, ahol hogy az ezresek repkednek kifelé, úgyhogy itt szerettünk volna tényleg így kifejezni így a szeretetünket, hogy mi szeretjük egymást, mint ezek a közösségek, de szeretjük a kaposváriakat, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek újra. A gyerekek számos játékot kipróbálhattak, vagy éppen bábelőadást nézhettek. Csak nem szülinapodban sindelek. Igen, szülinapomban a 6. Gratulálok! Boldog születésnapot! Nem csak a gyerekek, de a szülők is örültek az egész napos programnak, ahol a család apraja nagyja együtt lehetett és kikapcsolódhatott. Ilyenekből kéne mondjuk legalább havonta egyszer, vagy egyáltalán nagyobb gyakorisággal még szervezni. A családunk a legfontosabb, nem? Tehát tényleg, hogy mindennek az az alap köve, és mégis úgy érzem, hogy sokszor arra jut a legkevesebb figyelem a mindennapi életünk során. Ha megnézed, hogy a nap 24 órájából mennyi időt töltesz munkával, mennyit alvással, és akkor az azon kívül, mondjuk az ébren töltött óráidból mennyit fókuszálsz a párodra, a családodra, a gyerekeidre, és még az azon túli családodra, hogy mennyi idő jut erre, hogy erősítsük egymást, hogy egymásra odafigyeljünk. Igen, ezt kell erősíteni. A szervezők azt ígérik, jövőre is lesz családi nap Kaposváron, a Városligetben. Csaknem 60 kijelölt ingyenes strand várja a fürdőzőket a Balatonnál. Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere a sonline.hu-nak elmondta, az elmúlt években több 100 millió forintot fordítottak a strandok felújítására. A fürdőzőhelyeken babamama szoba, öltözők, mosdók is találhatók, és a mozgáskorlátozottak számára tájékozódási lehetőséget is építettek.
Fonyódon összesen 12 olyan partszakasz található, ahol könnyedén be lehet jutni a Balatonba. Ebből 6-ot strandnak minősítettek, és egy kutyás fürdőzőhely is található a településen. Balatonföldváron mindkét hivatalos strandon belépőt kell fizetni, a keleti 5, amíg a nyugati strand évek óta 4 csillagos minősítéssel rendelkezik. Mészáros Miklós Balatonboglár polgármestere azt mondta, továbbra is mind a 6 strand ingyenesen működik a városban. A buborék élménystrandért, ahol több játékelem és csúszda is található, azonban fizetni kell. A polgármester kiemelte, a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán ezúttal is sikeresen szerepeltek, mintegy 170 millió forintot fordítanak a strandok fejlesztésére. Sportnap. Az adakozás fontosságára hívták fel a figyelmet Kastélyos-Dombón. Vízi balesetek. Fokozott figyelemre kérik a Balatonnál a strandolókat. Gyülekezeti családi nap. Színes programokkal várták az érdeklődőket a Kaposvári Városligetben. Friss videós tartalmakért kattintsanak a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. Holnap is marad a kánikula, mindjárt jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Híradóval legközelebb holnap este találkozhatnak. Tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra, szép estét!